Sziasztok, ez itt a Bögre Keleti Káosz epizódjának, sorozatának legújabb epizódja. Nem epizódjának legújabb sorozata, mert annak semmi értelme nincsen. És onnan folytatjuk, ahol abba hagytuk. Nézzünk szét kicsit Európában, mi történik. Érdemes néha ránézni a térképre, mert csak azért is, mert elég nagy bajban vagyunk otthon, úgyhogy mi lenne, hogy inkább messzi tájakra kalandoznánk. Oké, Lengyelország éppen rekterődve van újra, úgyhogy most éppen Pomeránia veri őket PP, karöltve az oszmánokkal természetesen. Meg a bohémekkel, oh Jesus! Mindenki benne van ebben a háborúban, aki számít. Aztán Pomeránia elég erős. Meglepően erős. Brandenburg szépen terjeszkedik, Bohémia nagy, és ha minden igaz, független. Ausztria független, Magyarország független, és a barátunk. Bizonyám, ne felejtjétek, szövetséget kötöttünk a magyarokkal, még ez megmenthet minket talán. A német-római császár az osztrák, természetesen. Savoya szép nagy, meglepően nagy. Franciaország being Franciaország, mindent megevett, ami a környéken volt, visszaszerezte az angol területeket, és kicsit belevett Aragóniába, illetve Kasztíliába, hiszen Kasztília marginális lett, illetve Portugália is összeomlott, ez amúgy mostanában jellemző, hogy a Marokkó simán veri a portugálokat. Nem tudom miért, ez van. Mamelukok természetesen szépen terjeszkednek, és megjegyezném, hogy nem volt még oszmán-mameluk háború, mert miért is lett volna végül is, ha van egy közös ellenségünk, azaz mi, aki nagyon erős, nyilván nagyon erős, ezért kell mindenkinek rárontania. Az írek nem egyesültek, Desmond az egyik hatalom, a másik Clan Ricard, nem tudom. És elvesztettük Krímet, illetve három területet vesztettünk, négyet, Kefét, ezeket, Kaffa, nem Kefa, az hülye oszmánok, meg ezeket. Nincsen manpowerünk, pénzünk épp hogy van, viszont korrupció növekszik az országban, és nagyjából ennyi, túl sok a kapcsolatunk. Igen, ezek másodlagos magvasítások, és a hordát kéne egyszer megtámadnunk. Muszka, hogy becsatlakozna a horda ellen, viszont nincs kivel neki mennünk. Ja igen, mert hogy amúgy vissza kéne tölteni 5000 embert, úgyhogy 200-asával töltődik vissza. Nem tudunk segítséget kérni a nemességtől, mert ezt már kibuktuk, ezt a lehetőséget. Úgyhogy ugye most az van, hogy hátra dőlünk és várunk. Esetleg arra, hogy a piét az lemenjen nagyon alacsonyra, vagy nem is tudom, mire várhatunk. Adjam közben ugye háborúzik, de sajnos jól áll. House of Hajj Kalabi. Oké, 506. Ó, ez az trónörökös, 506, az király! És 334 a konszort. Viszont a konszortot sose fogjuk használni, mivel Tribal Federation vagyunk, ezért, hogyha úgy hallna meg az uralkodó, hogy nincsen felnőtt utód, vagyis 15 évet betöltött utód, akkor bizony egy újat kapunk automatikusan, egy új uralkodót. Tehát ez a konszort, ennek itt semmi értelme. Nem is tudom, ez miért van. Sose fogjuk ezt használni. Mindegy. Szövetségileg Nagy, Magyarország, Muszkovi. Jó. Ugye itt mindenre van claimünk, nagyon remek. És hát, mivel a manpowerünk az gyakorlatilag nincs, ezért most nagyon érik, hogy a mamelukok ránk támadjanak, vagy Adjam. Amennyiben ez megtörténik, akkor szerintem nincs értelme folytatni ezt a ezt a játékot. Ezekben vannak kapcsolva, de nincs értelme, hogy be legyenek kapcsolva. Tök hamar észrevettem, látjátok? Bászra szeret minket. Cool! Már csak azért is, mert van egy másik játék talomban, amit esetleg el akarok kezdeni, és haladni benne egy picit, mielőtt kijönne az új DLC, mert amint kijön az új DLC, azonnal váltunk, és nem akarok mazsákba macskát árulni, az angolokkal fogunk kezdeni. Ez egy Immersion Pack lesz, angol központú, csomó-csomó érdekes újdonsággal, mechanikával, és ezt az angolokkal lehet legjobban majd kiaknázni. Úgyhogy én az angolokkal fogok kezdeni, és játszunk egy jó kis kolonizálós játékot. Igazából nagyon várom, nem tudom ez mikor lesz. Február vége, március eleje, én most ezt mondanám, inkább március második hete. Addig még sok víz lefolyik itt a Tiberisen.
Úgyhogy, nem, a Tigris az itt van, te hülye. A Tigrisen, szóval sok pénz lefolyik, sok víz lefolyik a Tigrisen, meg az Eufráteszen. Úgyhogy még az is lehet, hogy ezt így felfüggesztjük, ezt a rant. Akármennyire is élvezitek esetleg, hogy szenvedek. Friday Prayers. Stabilitás és legalizmus felé mozgunk, vagy pedig legitimáció és miszticizmus felé mozgunk, hát és a 25-öt. Őszintén szóval mind a kettő nagyon hasznos nekünk jelenleg, mert hát a 25-et csak visszaállnánk nullára, akkor inkább bőjünk erre, és vásároljuk le a korrupciót, legyen ez a célunk. Plusz egy stabilitást is kapunk, ami nem mindegy. Az nagyon nem mindegy. És nagyon közel kerültünk ahhoz, hogy megnyomassuk ezt a gombot. Már csak egy jó esemény kéne. Kár, hogy nincsen Kassus Belling, most tökre rátámadhatnánk. Próbáljunk meg... rakni rá. És Muszkovival együtt rátámadnánk. Amíg rektelve vannak. És tudnánk itt területet lopni. Így. Mondjuk ekkorát, simán. Nagyon csúnya lenne az országunk. Nagyon-nagyon csúnya, de... ország lenne, nem? Végül is. Jobb, mint a semmi. És ügyesen helyeznénk, akkor nem is lenne annyira baj belőle. Végül már safe. Excellent. 50 diplópont. Jó, köszönöm. Elfogadom, persze. Technológiailag úgy állunk, hogy le vagyunk maradva. Mindenben kívül a miltekben. Diplóban a legjobban, érdekes. Ezt nem gondoltam volna. Azt hittem az adminban jobban le vagyunk maradva. És itt van a reformációkra. Na lássuk, mit hozott nekünk a reformáció. Ez már teljesítve van. Convert to another nation. Nagyon jó, akkor már is elkezdett gyűlni. Hármasával jön innentől kezdve a Splendor, nem pedig egyesével. Join the Reformation. Hát ez valószínűleg nem fog megtörténni. Humanist or religious. Valószínűleg nem fog megtörténni. Convert provinces. Erre akár rá is mehetünk. Colonial Empire nem fog megtörténni. Asian trade. Silk species or China ware. Species. Spices. Spices in China ware. Lássuk ezt, mit tudunk ezzel nem tenni. Van silk. Csomó szilkünk van, játék. Ja nem, várj, ez nem az én országom volt, még egyszer. Itt is van szilk. Tessék, ez is az enyém. Ez is az enyém. Ez is az enyém. Három szilkünk van. Kérlek, játék, ezt vedd figyelembe. Unified culture. Ahhoz mi kéne? Mi vagyunk a... mi vagyunk accepted. Melyik a mi kultúránk? Ez piros? Accepted. Kurd. Kurdok vagyunk. Annak is kell lenni valakinek. Na, akkor ez vagyunk mi. És ezeket kéne egyesíteni? Nem. Mik ezek a színek? Segíts játék, mit jelentnek a színek? Jó. Accepted. Primary. Ez meg csak úgy van. Akkor ez lesz az. Mégiscsak az, hogy amennyit el kéne foglalnunk. Tehát ezt mindet nekem el kéne foglalnom, azt mondod, játék. Biztos vagy te ebben? Iráni. Az iráni provinciákat kell. Jó, lássuk. Mi számít iráninak? Te iráninak számítasz? Igen. Ja, hogy csak ezt. Jó, csak a sárgát kéne. És urfa hiányzik hozzá. Meg Diyarbakir, meg Mardin. Mardin, az kicsit franciás, hát Mardin. Meg innen Ardalan. Jó, értem, mi történik. Ez kezdetnek nem rossz, hogy így értem. Van két free slotunk, de egyiket sem tudjuk használni, mivel nagyon lemaradva tekkel. Képzeljétek el. Van egy youtuber, Rayman, aki tök jó ilyen elemző videókat csinál, és ő azt mondta, hogy akármennyit bűvészkedhetünk mi azzal, hogy mondjuk ideákra megyünk rá, ahelyett, hogy a milteket vinnénk. Ugye van egy ilyen lehetőség, hogy akkor most nem ezzel maradok versenyképes, hanem mondjuk felveszek egy military ideát, és ezek közül, és akkor az nekem így jó lesz. Meg akkor kapok onnan extrákat. De azt számolta ki, hogy ez amúgy nagyon nem éri meg. Tehát ilyen elképesztő különbség van
annak az irányában, annak van elképesztő előnye, aki a tekkel haladt, nem pedig az ideákat vette fel. Ideák igazából csak kis bónuszok, nem számítanak annyit, mint amennyit gondoltam régen, hogy számítanak. Kivel barátkozunk? Bászrával. Ja, mert be akarjuk olvasztani. 22. 7 évig tartana beolvasztani. És minden 4 diplópontot. Ahhoz szép nagy területeid lehetnek a kobászra. 9, 8, 7, 14. Hoppácska. 3. Azért maga Bászra a főváros elég keményen tolja. Azért az nem semmi. Én nem miért... Ez a fő portunk? Vagy én nem miért nem... Szerzünk pénzt. A Hormuzit küldjük csak hát ide. Ja nem. Mi? Na mindegy. Nem tudom mit nyomtam, vagy mi történt. Establish communities, improve relations plusz 15. Hát ezekre még igazán van szükségünk. Ami néha tök jó, hogy van, de összességében meg tökre kit érdekel. Viszont most már tudunk rakni claimet. Miért is nem tudunk rakni claimet? Ja, még nincs 20. Bocs. Jó régen játszottam ezzel a játékkal, vagy egy hete is megvan. Tökre elfelejtettem, hogy hogy kell. Próbáljunk meg neki venni a lengyeleknek. Ja, van kölcsönünk. Ja, szeretném visszafizetni a kölcsönt. Ez volt az utolsó? Remélem ez volt az utolsó. Ja, ez volt az utolsó. Zsír. Viszont az infláció csökkentsük már. Köszönöm. Na most már tudunk rakni claimet. Na, rárakunk. Tök mindegy. Rárakunk erre claimet. És minden igaz, most tudnánk támadni. Beívadnánk Magyarországot, hogy ígérjön neki területet, meg Muszkovit, csak úgy, puszira. Szerintem... miért ne? Itt lázadók vannak nagy rész, de Muszkovi ezt befoglalná gyorsan. Ez akár lehet egy... lehet egy kibúvó. Egy menekülő útvonal. Moldávia önálló amúgy? Moldávia önálló. Hát ilyen is van. Azt nézzétek. Jó. Azt mondom, hogy támadjuk meg Lengyelországot. Sok reményem már nincs ezzel a kampánnyal kapcsolatban, úgyhogy akár bele is férhet ilyen kicsit kétesélyes dolog, hogy vajon sikerül ezzel kezdeni valamit. Ha minden jól megy, akkor Muszkovi lerohanja Litvániát, befoglalja, és amint Lengyelország felszabadul, őket is. Ja. Ja. És legrosszabb esetben kapunk pénzt, nem? Szerintem jó. Magyaroknak adunk területet, azaz erősítjük őket, azaz királyság lesz. És nő a legalizmusunk. 25-re, azaz csökkenthetjük a korrupciót. Azonnal támadunk. Azonnal támadunk. Nem is várunk egy percet se. És csökkentjük a korrupciót. Yes! A hadsereget meg átdobjuk ide. Bár őszintén szóval nem akarok harcolni ezzel a sereggel. Ezt csak egy mutatóba viszem. Szóval, hogy nekem ilyen nem is van. És... ja. Azért az nem semmi tábornok. 5-3-5-1. Azt a rohadt. Ilyet lőni. Azért, ugye? És most akkor, hát foglaljuk egy Cherisont? Tudom, ha nincs ott lázadók, akkor elfoglaljuk, de szerintem lesz. Nincs, mert valószínűleg itt ostromol. Nem akarok pénzt veszteni, köszönöm. Igen, menjünk rá Cherisonra, vagy Cherisonra, közben az oszmánok megverik ott. Jó. Háhá, oszmánok, lol XD, befoglaltam, Cherison, nem fogja tudni a területeteket egyesíteni. Yes. És akkor most gyakorlatilag itt állunk és várjuk, hogy mi fog történni. Ez most a terv. Megvárjuk, míg szépen kibékül Lengyelország mindenkivel. És aztán utána, hogy neki megyünk, nagyon dúlván. Ez a terv. Remek terv. Csak ne támadjon ránk senki délen. És minden rendben lesz. És feltöltöttük a seregünket. Azért ez se semmi. Ez a nem mindegy. És már 4 aranyunk van körönte, ami azt jelenti, hogy talán megengedhetünk magunknak 1-2 mölköt. Sőt, tudjátok mit, 2 is megengedhetünk magunknak. Igen.
és az egy aranyat fog elvinni. És meg is történt a kibékülés. Gyorsan ide feljövünk, és megverjük ezt a hadat. De az oszmánok még nem békültek ki, de... Pomerániával sem. Akkor kivel békültek ki a lehet, hogy engedtek a lázadóknak? Az lehet. Látod, az lehet. Jó, foglaljunk be annyi területet, amennyit tudunk. A lehető leggyorsabban. Csak hogy warscore-t azért mégiscsak legyen már. Legyen már egy kis warscore. Dicsértessék. Jó, tudjátok, mit maradjatok itt. Mit tökre fölösleges átmenni. Trade expansion. Excellent! Nagyon jók vagyunk. És most lett béke. Akkor viszont itt maradsz. A Pomerániával kibékült. Ugye megnézzük, mi lett a béke eredménye. Az lett a béke eredménye. Pomeránia szerzett területeket. Ezeket itt. Ezt a hármat. De erről én amúgy én nagyon szeretnék az erőértesítést látni, játék. Benne van most Litvánia, Lengyel... Jó, benne van. Köszönöm. Bár úgyse fogadni értesítést, de... Na, hát ha. És akkor kedves szövetségeseim, ideje lenne elkezdeni csinálni, amit a szövetségesek úgy általában csinálnak. Miért jöttél át? Könyörgöm, ne idegesítsél! A Wargold foglaljuk már el! Egy mód azért csak van rá. És onnantól kezdve elkezd felfelé kattogni, jadada jadada, minden jobb rendben lesz. Végtelen ideig állhatunk majd rajta. Tudjátok mit? Inkább lootoljunk, ha? Szóltok hozzá. Nekem tetszik az ötlet. Jó kis régi módi loot. Az megjön utána, mint a hülye. Nézzétek meg, azért is rámál Muszkovi, hogy jó legyük az izét a... rámál. Ja, meg mondtam, hogy csatlakozzon. Ups. Dánia rátámadt Lengyelország. Hát srácok, az a hírem van, hogy Lengyelország nagyobb bajban van ebben a játékban, mint én. Mennyit lootolunk? 3.5? Tök jó. Army Career. Army Tradition-t adna. Ja, az nem. Azt hittem, hogy professionalism. Ez viszont professionalizmust... professionalizmust ad, de csak 2.5-öt, amivel nem vagyunk kisegítve. 5 után ugye tudnánk kérni ezt. Viszont vesztenénk professionalism, vagy army tradition-t. És a merchant-ök megutálnak picikét. Az amírok meg megszeretnék. Tudnak valamit adni az amírok? Azt hiszem nem. De. Ilyet tudnak adni. Jó, akkor szeressenek meg az amírok. És kérjük ezt el. Jó. Nagyon király. Jó, ez egyelőre tök jó alakul ez a rész. Itt... amúgy nyugodtan lesatlakozhatsz rólam. Menjél Isten hírével, amerre tetszik. Verd meg a lengyeleket. Foglalj el várakat, erődöket. Azt jelent rátámadt Salzburgra. Imperial Liberate... Ó, nézzétek csak Salzburg! Salzburg nagyfiúnak érzi magát. Vagy Salzburg nagyfiúnak érzi magát. Ki legyen mondva. Itt most amúgy lootolunk? Már nem lootolunk. Vagyunk át ide. És itt? Itt még lootolunk? Itt már nem. Chelsea talán nem, lehet, hogy az a miénk lesz. Nem, Chelsea nem lesz a miénk. Chelsea most semmiképpen sem lesz a miénk. Azon egyszerű oknál fogva, hogy... Na! Miért? Komolyan már! Nem hiszem el. Nyilván a parasztoknak rám kell spónolniuk. Kire másra? És elveszik tőlem a warscore-t. Vagy a wargold. Nem is értem. És ha minden igaz, akkor... Jó, jól állunk. New Madras, Wonderful, Imeretig kap valami bónuszt. Jó, verjük, ne verjük meg, nem tudom, nem akartok valahová átmenni, nekem tényleg bárhova ráállhattok, az egy terület kéne. Jó, köszönöm. Menjetek Chersonba, kit érdekel? Én viszont itt leszek, mert itt topolban, mert az a warscore-om. Köszönöm. Szóval a lengyeleknek nem jósolok túl nagy jövőt, maradjunk ennyiben. De minden esetre ennyi volt a mai epizód. Szerintem ez egy
viszonylag jó epizód volt az előző kudarc után, úgyhogy köszönöm a figyelmet, innen folytatjuk pár nap múlva, csütörtökön. Sziasztok!